Flashmobban vette kezdetét szombat délután a Muffin Fúvói zenekar koncertje a Flash központban, ahol idén a Moson-Magyaróvári ütőegyüttes tagjai is közreműködtek. A fennállásának jövőre 70. évfordulóját ünneplő Muffin Fúvói zenekar évek óta megszervezi hagyományos tavaszi hangversenyét, amire egész évben készülnek a tagok. A tradicionális indulók és polkák mellett azonban idén különlegességeket is hallhatott a közönség. A repertoárt azt folyamatosan modernizálni akarom, és amit már a Misi bácsi elkezdett az utóbbi években, azt szeretném folytatni. Most a koncerten is ugye elhangzott egy pár modernebb mű is, mint például Lady Gaga, Morricone, 80-as évek slágere is, a többi. Tehát szeretném ezt a fiatalosabb vonalat is erőltetni, képviselni a zenekarral. Az eseményen a zenélés mellett köszöntötték a zenekar új tagjait, és azokat is, akik jubileumi tagságukat ünneplik az idén. A hangversenyen külön köszöntötték Nyáradi Istvánt, aki már 60 éve zenél a Muffin Fúvói zenekarban. A szórakozás mellett azonban idén egy különleges célt is kitűztek maguk elé a zenekar tagjai. A belépőkből befolyt összeget a Szent Kristóf Mentő Alapítványnak ajánlották fel, így pedig a Moson-Magyaróvári mentőállomást támogatták több mint 220 000 forinttal. Eszközöket tudunk ebből vásárolni, a mentőállomáson a dolgozók munkakörülményeit tudjuk, ha még egyáltalán lehet javítani, hál' Istennek az áldásos tevékenységük folytán és a nagyon sok adakozó folytán a Moson-Magyaróvári mentőállomás mind eszközparkja, mind pedig a munkakörülmények szerintem világszínvonalúnak mondhatók. Ennek ellenére nagyon szépen köszönjük a felajánlást minden egyes adakozónak, a pénznek lesz helye. A Muffin Fúvói zenekar jövőre ünnepli fennállásának 70. évfordulóját, ez alkalomból pedig a hagyományos koncertek mellett több meglepetéssel is készülnek a tagok.